Kezdődik a mai Vox 2024. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője, és Vassali Zoltán, politikai elemző, egyetemi oktató. Jó estét, szervusztok! Jó estét kívánok! Ahogy ígértük a nézőknek, természetesen a közvetlen köztársasági elnök választása témánk, de hát valószínűleg az egész magyar sajtó Balogh Zoltán nyilatkozatára vár, úgyhogy beszéljünk mindenképpen erről is. Egyébként semmi frisset nem tudok most egyelőre még mondani, ezt mondom a nézőknek is, de amint megtörténik ez a nyilatkozat, vagy kijön a közlemény, akkor azt majd természetesen beolvasom én is, és beszélünk is róla. Na de akkor ugorjunk picit vissza. Ha két elemzővel ülök itt, akkor nyilván megúszhatatlan, hogy magáról az ügyről is kérdezzelek benneteket. Hogy látjátok az egész kegyelmi ügyet? Hogy futott ez idáig ki? Ugye ma kedd este van, rengeteg minden történt azóta, a botrány kirobbanás óta, már a lemondás óta is. Mármint végeredmény tekintetében? Na vége, hát hogy összességében. Azért nagyon sok minden történt. Igen, én abból a szempontból látom, hogy ez az egész még nyitott kérdés maradt. Természetesen, hogy az ellenzéki pártok próbálják napirenden tartani ezt az ügyet. Tehát az, hogy nekik ez politikai érdekük, az egyáltalán nem csoda. Én azt látom, hogy az a lezárás, amit a jobb oldal próbál egy ilyen dramaturgiaként felállítani az egész hátterében, miszerint a lemondással egy ilyen erkölcsi elégtételt adtak az érintettek ilyen tekintetben, az azért nem tud működni per pillanat, mert hogy nyitott maradt az a kérdés, hogy ez az egész hogy történhetett egyáltalán meg. És hogy erre még azután sem kaptunk magyarázatot. Egyrészt, másrészt meg nagyon érdekes, hogy akár Magyar Péter interjúra, akár a jobb oldal egy-egy megszólalója tekintetében lehet látni, hogy ők is úgy érzik, hogy a saját politikai közösségükön belül ez még nem egy lezárt ügy, és ezért lesz majd érdekes, amiről majd talán... De ezt te úgy érzed, bocsánat, jól értettem, hogy te úgy érzed, hogy a Fidesz a saját politikai közösségén belül úgy érzi, hogy nem lezárt ügy? Hát ugye kifelé kommunikálni azt kommunikálták, hogy van következménye a jobb oldalon, amúgy a bal oldalon sosincs semminek következménye, most volt következménye, ez a lemondás volt, a Sándor Palota is úgy nyilatkozott, hogy le van zárva ez az ügy. Én úgy fogalmazok, hogy az, hogy Orbán Viktor ennek az egésznek a kommunikációjában nem vesz részt, azok az emberek vannak csak ott, akik láthatóan mindig szokták ütni az ellenzéket, ebből gondolom azt, hogy még a Fidesz politikai közösségen belül sem lezárt ügy attól, hogy ez a lemondás megtörtént, vagy lemondások megtörténtek. Én ezt éppen másképp látom, tehát én azt gondolom, hogy az ügynek megvoltak a politikai következményei, és ennél többet ugye ebben az ügyben valójában már nem lehet tenni politikai szinten, hiszen a kegyelem az megtörtént, ez hiba volt, ezt mindannyian elismerték, illetve nyilvánvalóan én is úgy gondolom, hogy ez a kegyelem ez egy hiba volt, és ennek megtörténtek a politikai konzekvenciái, tehát lemondott ugye a köztársasági elnök, lemondott Varga Judit, aki ellenjegyezte miniszterként, és ebben az értelemben politikailag már többet nem lehet tenni, tehát itt valóban az jön be, amit egyébként egyetértek ezzel a megállapítással, hogy az ellenzéknek politikai érdeke az, hogy napirenden tartsa ezt az ügyet, politikai céljaira használja fel az egész ügyet az ellenzék, és ezt azért is gondolom, mert egyébként nem látom különösebben hitelesnek az ellenzék részéről ezt a politikai megközelítést, amit ők most alkalmaznak, hiszen egyetlen egy olyan intézkedést nem támogattak az elmúlt években, ami egyébként a gyermekvédelem, a pedofilok elleni szigorúbb fellépés kapcsán történt volna meg. Ugye volt még először az alaptörvénymódosítás, ami például az apaférfi anyanő és a gyermek születési neme szerinti önazonossághoz való jogát ismert el. Aztán volt ugye a gyermekvédelmi törvény, amiről ugye propaganda törvényként és homofób törvényként beszéltek az ellenzéki oldalon, tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy támogatták volna ezt a fellépést, és volt a népszavazás, a gyermekvédelmi népszavazás, amit szintén nem támogattak az ellenzéki oldalról. De azért tehát nem az, támogatták, mert azt mondták, hogy valójában ugye nem erről a gondolatot, szól. Tehát én azt látom, hogy éveken keresztül volt egy politikai ügy, amit Magyarországon a jobb oldal felvetett, képviselt, és ezzel szemben a baloldal ezt az ügyet ezt nem támogatta, másképp látta, és most, amikor hirtelen úgy látják, hogy támadhatják a jobb oldalt ezen a területen, azonnal fontossá vált ez az ügy. Én azt gondolom, hogy ez egy látványosan hiteltelen irányváltás a baloldal. Ez egy kicsit, és nem feltétlenül rád értem, ez ilyen kirekesztő politikai érvelése az, hogyha valaki kisajátít magának egy ügyet, az, hogy valóban a gyermekvédelmi törvény esetében azt lehetett látni, az ellenzék azt mondja, hogy a problémát összemossák a homofóbiával, ráadásul ez nem csak az ellenzékre jellemző, hanem nemzetközi szervezetek is kritizálták ezt az egész törvényt ilyen tekintetben. Tehát az, hogy ebben nem volt egyetértés, az nem jelenti azt, hogy az ellenzék ne vállalta volna, hogy ne tartaná fontosnak ezt az ügyet, és ráadásul ezt most demonstrálni is tudja, hiszen a kormány vagy a kormányhoz köthető politikusoknak a jelentős része ebben az esetben egy morális következetlenséget követett el azzal, hogy egy pedofiliával összeköthető kegyelmet adtak meg, és ez vonatkozik az igazsági miniszterre is, és az államfőre is. Tehát, hogy miközben te az ellenzéket vádolod következetlenséggel, a kormányt
Nál lehet ezt tapasztalni. Akkor lenne igaz az állítás, hogyha nem lettek volna következményei, hiszen hogyha kitartana mondjuk Novák Katalin és Varga Judit a hivatala mellett, és azt mondaná, hogy hát ugyan hibáztam, de én maradok, akkor igaz lenne ez az állítás. De ez nem magyarázat döntésre. Tehát, hogy, de a döntés... Az egy hiba, amiről nem tudunk a háttérben semmit. Viszont megtörténtek azok, amiket utólag meg lehettek. De a hibáról nem tudunk semmit. Tehát ezért is mondtam az elején azt, hogy ez a társadalomnak nem megnyugtató magyarázat. Azt nem tudom, hogy a társadalomnak mennyire megnyugtató ez a magyarázat. Én azt tudom, hogy a kegyelmi döntés az egy hiba volt, és ezt már nem lehet visszacsinálni. Tehát ebben az értelemben megtörtént minden, amit most meg lehet tenni, és ez valóban éles kontrasztban áll azzal itt ugye a kérdésben elhangzott idézetekkel, hogy a baloldalon a különféle ügyeknek nincsen következménye. Én nem emlékszem, talán egyedül Gréci Zsolt volt az, aki lemondott, viszont ő is már megint visszatért a politikába, ugyanúgy mondjuk Gajda Péter is, ugyanúgy polgármester Kispesten. De azért, hogy én azt mondom, hogy Szájer József több. Például Dajs Tamás próbálja visszahozni a de politikába. De Szájer József is lemondott, amikor kiderült róla egy botrány. Nem pusztán a lemondás tényeit, ugye nagyon sokan azt hiányolják, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy mi történt, de egy egészen friss hírrel szolgálhatok, és be is játsszuk nektek. Balogh Zoltán nyilatkozott, református.hu-ra, azt hiszem oda lett feltörtve egy YouTube videó. Ha minden igaz, akkor a kollégáim meg tudják ezt mutatni. Megnézzük együtt, és akkor utána nyilván visszajövünk és beszélgetünk. Nézzük. A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a zsinat lelkészi elnökeként az elnökségi tanács nevében mára összehívtam egyházunk összes esperesét és egyházmegyei főgondnokát, hogy a személyemet és egyházunkat ért támadásokat megbeszéljük és azokra választ adjunk. A tanácskozáson a tisztségviselők 4/5 vett részt. Ez véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86%-a bizalmáról biztosított. Ezt én nekik hálásan köszönöm. Az elnökségi tanács 4 püspök, 4 főgondnok határozottan arra kért, gondoljam át közéleti szerepvállalásaimat, hogy azok mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi elnöki megbízatásommal. Ennek a kérésnek eleget fogok tenni. Ha szükséges, kész vagyok összehívni a zsinat legfőbb törvényhozó testületünk ülését. Tudatában vagyok annak, hogy a támadások ezzel nem érnek véget, de egyházunk kormányzóinak bizalma erőt ad ezek elviseléséhez. Elutasítunk minden olyan törekvést, amely egyházunkat egy olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs. Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott, és nem is foglalkozik. Én, mint a zsinat lelkészi elnöke, és egyben a köztársasági elnök tanácsadó testületének tagja, kötelességemnek tartom egyházunk nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra. Azt természetesen mindenki által tudott, hogy elnökasszonnyal régi munka és jó emberi kapcsolatban vagyok. Ő egyházunk egyik hűséges tagja. Erről az elmúlt években határon innen és túl sokan meggyőződhettek. Az is tudható, hogy 15 ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt tagja vagyok a köztársasági elnök tanácsadó testületének. Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rátartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen. Elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott. Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget. Tiszteletbe tartom azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta. Hangozzanak el a legfontosabb konkrétumok a vádakkal kapcsolatban. 2016-ban miniszterségem alatt a Bicskei Gyermekotthon főváros által korábban Bárci István díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést, az akkori köztársasági elnök által aláírva. Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, és a büntető eljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgató helyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények
és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vitatárgyát, és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek. Bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink. Ezért is köszönöm támogatásukat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jó akaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek. Jó, hát nehéz helyzetben hagytok, most hallottam mindenki először ezt a nyilatkozatot. Jegyzeteltem így gyorsan, mi volt számotokra legfontosabb, megütköztetek-e valamit? A legfontosabb az az, hogy itt az előbb feszegetett kérdések közül az egyikre, hogy mi történt, többé-kevésbé választ adott püspök úr. És mi a válasz? Hát az, hogy érkezett egy kegyelmi kérmény, amelyel kapcsolatban ő egy támogató álláspontot fogalmazott meg, ami egyébként egy hiba volt a részéről, ezt az imént elismerte, és bocsánatot kért. Ez már ugye a sorozatban a harmadik olyan szereplője az ügynek, aki elismeri a hibáját és bocsánatot kér. Ez éles kontrasztban áll azzal, hogy a baloldal részéről ilyet nem szoktunk látni, és azt gondolom, hogy ez a megfelelő, helyes, tisztességes emberi magatartás ebben a helyzetben, és az pedig, én ezt kevésbé tartom tisztességesnek, amikor egy ilyen egyébként bocsánatot kérő emberrel szemben további politikai támadások érkeznek. Azt gondolom, hogy ebben az értelemben az ügy az valóban lezárható. Ugye volt a mondatnak egy másik fele, én pont kiírtam, ugye azt mondta, egyetértett a kegyelmi döntéssel, de a döntést nem ő hozza, hanem a köztársaság elnök hozza a döntést, tanácsadó, és nem hozza nyilvánosságra a tanácsait, ezt korábban mondta, mint az utóbbi mondatot, az is egy érdekes kontraszt, van áll egymásra ez a két mondat. Mindenképpen jó látni azt, hogy a református egyházon belül kialakult erről egy vita, tehát hogy ez hogy ilyen tekintetben mindenképpen valamifajta minőséget képvisel, tehát ezt mindenképpen el kell ismerni. Az, amit most itt magyarázatként hallhattunk, abból a szempontból szerintem ugyanolyan hiányosságokkal küzd. Nem lehet tudni azt, hogy valaki, aki pedofiliát támogató személyként megjelent a balok köreiben, akkor az miért nyert támogatást önmagában, hogyha egy találkozót hoztak össze ebben kapcsolatban, mert ugye itt ebből a szempontból teljes részletességgel nem lett kifejtve az, hogy a háttérben mi zajlott. Én értem azt, hogy te miért érvelsz amellett, hogy ez megint egy ilyen politikai felelősségvállás. Ez az egyik, ami nagyon fontos. És Balogh esetében még valamit hangsúlyoznék, hogyha az utóbbi időszakban legyen szó akár iskolai szegregációról, még korábban talán a misztersége időszakában legyen szó, akár most eutanáziával kapcsolatban, vagy most ebben az ügyben látunk egy olyan egyházi vezetőt, aki politikailag túlmozgásos, és olyan helyzeteket okoz a saját egyházával kapcsolatban is, és politikailag is, amit utána később már nem tud megfelelően kezelni, most is elnézést kellett kérnie. Ezzel csak arra akarok utalni, hogy én azok közé, az elemzők közé tartozom, akik nem gondolják azt, hogy az egyházaknak hallgatnia kéne a közösségi ügyekben, ez nem lenne egy jó irány. De az, amit Balogh csinál ilyen tekintetben, az lehet látni, hogy ebben az esetben is talán több kockázatot meg kárt okoz, mint amennyi hasznot. Utalt erre félig meddig, lehet, hogy nem erre utalt, de most ebbe belekapok. Ugye azzal kezdte, hogy ő hívta össze a zsinatot, titkos szavazás volt, és 86%-a támogatta, tehát bizalmat kapott, de arra kérték, valahogy úgy fogalmazott, hogy gondolja át, vagy gondolkodjon a közéleti szerepvállalásáról, és azt mondta, hogy ő ezt majd megteszi. Tehát lemondani most itt ezekben a pillanatokban nem mondott le, de az, hogy valaki gondolja át a közeleti szerepvállalását, akkor az mit jelent? Akár azt is jelentheti, hogy ő gondolkodik ezen.
feltételezem, hogy ott most valóban átgondolja a lehetőséget. Én nem vagyok református, ezt nem tudom megítélni, hogy az egyházon belül milyen hullámokat vet a püspöknek a politikai szerepvállalása. Azzal egyetértek, hogy a társadalmi kérdésekben az egyházaknak, egyházi vezetőknek felelősségük is van tulajdonképpen hallatni a hangjukat. Itt ugye nem elsősorban egyházi vezetői minőségéről beszélünk a püspöknek, hanem ugye a tanácsadó testület tagja volt a köztársasági elnökként, és az nyilvánvaló az nem újdonság, hogy a köztársasági elnök saját maga hozza meg ezeket a döntéseket. Tehát én azt látom, hogy akik felelősek voltak, azok vállalták a következményeket. És még egyszer ezt hadd mondjam el, hogy azért tényleg nem mindegy, hogy mennyire hiteles vagy hiteltelen kritikák érkeznek. Most nem az asztal körül ülőkre gondolok, de azért vannak olyan baloldali szervezetek, itt a nemzetközi szervezeteket említetted, akik kritizálták a gyermekvédelmi törvényt. Hát ezek a nemzetközi szervezetek sokszor mentegetik a pedofiliát, vagy abban a helyzetben tetszelegnek. Ugye például a Helsinki Bizottságnak az egykori elnöke, az például Gulyás Márton műsorában ugye szintén mentegette a pedofiliát, Gulyás Márton becsületére legyen mondva, hogy ő ezt kikérte akkor magának, de hogy azért vannak ilyen vélemények, ugye Révész Sándor a HVG-n azt elolvashattuk szintén, aki mentegette a pedofiliát a pedofilis ember felkiáltással, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy... Most ezek az ügyek hogy jönnek ehhez? Ezek úgy jönnek, hogy azok aki kritikát gyakorolnak, azok miről vádolják szóval. A pedofilia támogatásával az egyébként a gyermekvédelemben nagyon következetes jobboldalt, akik maguk egyébként sokszor éppen ellentétes álláspontot fogalmaznak. Azért érdekes ez az érvelés, mert hogy én ezt korábban is hangsúlyoztam, hogy a Fidesz rendszeresen elkövette azt a hibát, akár a család politikájában, akár bármilyen más, hogy morális példtesztára emeli saját magát, és nem tudja tartani a saját maga által állított mércével sem a lépést. És ezek az ügyek, amikor most ebben az esetben te az ellenzék hitelességét próbáld meg kritizálni, miközben történt egy eset, ami az egész társadalom felháborodását eredményezte, és mégis te az ellenzék problémáiról beszélsz. Tehát, hogy inkább az lenne az érdekes kérdés, hogy ebben az esetben a jobboldali közösség, aki maga által állított morális mércéknek nem tud megfelelni, az hogy tudja ezt a válságot kioldani az ellenzék kritikájától függetlenül, vagy az ellenzék problémáitól függetlenül? Nem, csak szerintem a morális mércének való megfelelés az egészen másképpen néz ki, hiszen senki sem tökéletes. Nem arról beszélünk, hogy akinek van egy morális mércéje, az örökké és minden nap megfelel neki. Hát tökéletességet senki nem hozta fel. Bocsánat, de én meg arról beszélek, hogy amikor valakinek van egy morális mércéje, és ezt a morális mércét nem találja el, akkor le kell vonnia a következményeit. Ez az, ami megtörtént, és én ezért tekintem lezárhatónak ezt az ügyet, mert akkor lenne jogos ez a kritika, amit elmondasz, hogyha nem lett volna következmény. Ebben gondolunk más, mert hogy szerintem a következmények levonása az abból eredne, vagy úgy lenne igazából hiteles, hogyha megmagyaráznánk azt, hogy ez miért történhetett meg. De azt mondod, hogy azért hiteles, mert ugye a lemondások megszülettek. De ettől függetlenül a magyarázatot nem kaptunk arra, hogy ez az egész miért fordulhatott elő. Az érintettek tudnak erről beszámolni. Én azt gondolom, hogy itt Balogh Zoltán sok mindent elmondott, ami egyébként ebben az ügyben felmerülhet, és biztos vagyok benne, hogy majd idővel több mindent megtudunk, viszont amit meg lehet tenni a következmények levonása tekintetében, az megtörtént. Na és amiről beszélni akartunk, és most már alig maradt időnkre, ugye ez elvitte az időt, de hát a hírek műfaj az már csak ilyen, köztársasági elnökválasztás, még pedig a közvetlen államfő választás. Ugye most az ellenzék ezt újra követeli, vetődött ez már többször fel a korábbi években is. Most a DK jövő vasárnapra egy tüntetést szervez, petíciót vagy aláírásgyűjtést is szerveznek. Mit gondoltok erről, mert mint magáról a közvetlen köztársasági elnökválasztásról? Én azt gondolom, hogy Magyarország berendezkedésétől idegen ez a dolog, hiszen ugye mi egy parlamentáris demokrácia vagyunk, olyan rendszerben élünk, ahol a köztársasági elnök, mint államfő, egy szimbolikus szereplő, és nem pedig a kormányzat része. Ugye a demokratikus hatalomgyakorlás az ugye az országgyűlésre és a kormányra terjed ki. Tehát ebben az értelemben az államfő felülemelkedik ezen a rendszeren, és ezért gondolom azt, hogy akkor lenne ez egy következetes, és ebben Karsai Dániel, aki egyébként ideológiailag távol áll tőlem, de ebben az ügyben váratlan szövetségesem, tehát Karsai Dániel is azt mondta, hogy akkor módosítani kellene következetesség miatt a magyar közjogi berendezkedést. Tehát a kérdést akkor inkább úgy kell feltenni, hogy akarunk egy elnöki rendszert Magyarországon, vagy nem. Én azt gondolom, hogy jól bevált a parlamentáris rendszer az elmúlt időszakban. Két dolog. Az egyik az, hogy a történelmi vagy a rendszerváltás utáni hagyományok, mert ugye én olvastam a nyilatkozatodat a Magyar Nemzetben, az, hogy az akkori időszakban a politikai elit és a társadalom egy népszavazáson miért döntött amellett, hogy közvetett legyen a választás, az akkor érthető. Én nem gondolom azt megint ebben az esetben, hogy az ellenzék, hogy ebben a helyzetben azt szeretné, hogy ez legyen közvetlen választás, ez egy politikailag tarthatatlan. Szerintem ez egy jó stratégia, és megint rámutat olyan problémákra, hogy a magyar
közjogi berendezkedésben pont az államfő szerepe, az főleg akkor, hogyha a Fidesz kormánnyal szemben kellett valami fajta olyan jellegű kontrollt gyakorolni, az nem működött. És hogy most azért van a társadalom egy részében egyfajta vágy, vagy a politikai elit egy részében egyfajta vágy arra vonatkozóan, hogy ez a kontroll az államfő személyében is megnyilvánuljon, hogy ezt a legitimitása megerősítése módján lehetne elérni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy parlamentáris demokrácia, azért nézzük meg, Európa nagyon sok országában parlamentáris demokrácia van, nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy ez ilyen túlértelmezett szereppé válna azáltal, hogy közvetlenül választják meg. Tehát én is sokra tartom Karsai érvelését, vagy a tevékenységét, de ebben az esetben már akkor is, hogyha ideiglenes alkotmánymódosítást, vagy bármilyen módosítást kéne ez elvégezni, én azt gondolom, hogy ebben van ráció és lenne logika is. Hát köszönöm, hogy jöttetek. Most rövidre fogtuk ezt az eredeti témánkat, de hát valószínűleg megbocsátják nekünk ezt a nézők. Egyébként az egyenes beszédben erről a témáról bővebben is fogunk majd beszélni, és Karsai Dániel írásáról is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.